egy olaszosnak mindenről Olaszország jut az eszébe. Pécsről különösen, mert a Pécsi Tudományegyetem jogelődje a János Pannonius Tudományegyetem volt. János Pannonius is éveket töltött Itáliában, mint tudjuk. Pécsre érkezik meg legkorábban a tavasz, mert ez egy mediterrán város, és a tavaszról is egy olaszosnak rögtön Botticelli jut az eszébe. És Antonio Vivaldi. A négy évszakról nem csak a pizza, hanem Antonio Vivaldi négy évszak című műve. Azért volt jó Pécset olasz szakosnak lenni, mert az olasz tanszéken mindenki nagyon kedves, rettentően segítőkész, és egész időn át azon voltak, hogy a mi tanulmányainkat könnyítsék és segítsenek nekünk. Azért szeretek Pécset olasz szakra járni, mert itt ugyanúgy megfogott az olasz életérzés, mint először a nyelvben. Azért volt jó Pécset olaszosnak lenni, mert egy családias segítő közegben tanulhattam az olasz nyelvet és kultúrát. Azért volt jó Pécset olasz szakosnak lenni, mert szép helyen és közvetlen hangulatban teltek az órák. Azért volt jó Pécset olasz szakosnak lenni, mert itt mindig jó hangulatban teltek a kurzusok és a vizsgák is. Sono lietissimo di farvi gli auguri e i complimenti da parte mia e da parte di tutti i miei colleghi che desidero nominare uno per uno perché il lavoro all'interno dell'università è un lavoro sempre collettivo, mai individuale, o meglio, come sapete, cari ragazzi, esiste individualmente ma grazie alle forze che si uniscono. E i miei colleghi, ovvero Timia Farkish, Beata Tombi, Esther Ronachi, il carissimo amico professor Laszlo Tóth, che ci ha dato una mano anche quest'anno, e István Naccarella.